Sziasztok, srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit, én Patrik vagyok, és itt lennénk egy újabb videóban. Ez nem egy megszokott videó lesz, ugyanis én nem szoktam videókra reagálni az interneten, ugye általában én kipróbálok dolgokat, játszok játékokkal, és elmondom az alapján a véleményemet, vagy pedig streamelek bizonyos játékokat, de úgy gondoltam, hogy ez most csak egy rövid kis videó, igazából nem lenne értelme egy streambe belerakni, viszont szerintem érdekes, és mindenféle képpen megérne egy videót, ugye mint a videó címéből is láthatjátok, ez arról fog szólni, hogy WoW-ba egy AI karakter fog játszani, nem amit most itt konkrétan előttem láttok, hanem ő fog beszélgetni egy AI karakter, de majd ő is rájöttek, hogy miről is beszélek, ugye nem is húznám tovább a szót, nézzük is meg. Tehát láthatjátok, hogy ír a chatre. Tehát Voli a vele szemben lévő karaktert irányítja maga az AI, az, hogy milyen AI, ezt nem tudjuk. És látjátok, kérdezte, tehát ő a játékosunk, a számítógép előtt ülő ember, ő pedig itt egy AI velünk szemben. És meg is kérdezte, hogy hey Voli, how are you doing? I'm doing great, haha, how about you? Tehát, hogy rendesen kérdezett valamit, és válaszolt neki az AI, de lesz itt még durvább is. Éppen leírta, hogy csak szeretném megmutatni, mire vagy képes. Elmondta neki, hogy gyere ide, és nézzétek meg, az AI odament. Odament. Ez nagyon durva, mert azt megszokhattuk a ChatGPT-től, meg bármilyen AI-tól kérdezünk tőle, valamit válaszol, nem feltétlen korrektül, vagy nem feltétlen a legjobb válaszokat adja, de hogy amúgy alapjában véve jó válaszokat ad. Viszont itt a karaktert is az AI irányítja egy MMORPG játékba. Wow. Itt megkérdezte tőle, hogy meg tud mondani, hogy milyen élőlények vannak a környéken? És nézzétek meg, válaszol neki. És leírjenek, hogy farkasok, mi az, nyulak, pár őr is van a környékünkön, és így, wow! Tehát képzeljétek már el, hogy így, most nem is az, hogy miért játszik egy AI, de hogy tegyük fel, hogy például ezt a játékba beleimplantálnak, nem csak a WoW-ba, bármilyen játékba, amivel mai nap játszunk, hogy te konkrétan megjelenik neked egy karakter, mit tudom én, megnyomsz egy gombot, és megjelenik neked egy karakter, és tudsz vele beszélgetni. Tehát nem az van, hogy írsz a supportnak, vagy utána nézel az interneten, hanem beszélgetsz magával ezzel az AI karakterrel, hogy szia, elakadtam a játékba, szeretnék megszerezni valamit, hol tudom, elmondja. Szia, szeretném enchantolni a felszerelésemet, hol tudom. Szia, hol tudok 1-10-ig fejlődni. És oda jön, elmondja. Ha pedig nem konkrét a válasz, mutasd meg, vezess oda, elindul és te futsz utána és megmutatja. Annyi lehetőséget adna ez a játékok terén, hogy az valami brutális. És az, hogy itt tartunk, hogy ezt már valaki így használja, berakta a játékba, mert tényleg csak a fejlesztőkön múlik az, hogy ezt beimplementálják, és nem értem, miért nem teszik, pedig ez tényleg egy nagyon hasznos dolog. És figyelj, megkérdezte tőle, hogy el tudsz vezetni engem, el tudsz vinni engem oda, ahol János Hammerknuckle van? Tehát, hogyha például pont ez, amit az előbb mondtam, hogy mondod neki, hogy figyelj, mutasd meg nekem, vezess oda ahhoz a helyhez, és ő oda vezeti, nézzétek meg, oda fogja vezetni. Megmutatja neki. És látjátok az NPC nevét? János Hammer, most pontosan nem írja ki a nevét, de nézd meg, oda vezette, basszus. És megkérdezte tőle, hogy mi a legmagasabb szintű
őr, vagy bármi ilyesmi a környéken, tehát hogy mi a legmagasabb szintű unit, tehát őr, gárda, valami ilyesmi lehet, és válaszolt is, hogy Northshire Guard, és 65-ös szintű. És ott van, nézzétek meg, Northshire Guard, 65-ös szintű, pont ott sétál. És úgy, hogy ő itt áll, kérdezett valamit, és egyből ráválaszolt, értitek? Tehát, ez valami elképesztő, gyerekek. Pontosan ezt akarom látni az AI-ba, hogy berakják a játékokba. Hát képzeljétek el, hogy már csak azzal, hogy mondjuk ültök egy világháborús játékba, ültök a repülőn, elindítjátok, és nem az van, tudod, hogy így megvan írva egy szöveg, hogy srácok, le fogunk ugrani, el kell pusztítani az ellenséget, ha civilekre vigyázzatok, hanem ott ültök a repülőn, és kajak el tudsz beszélgetni az AI-jal. Mondjuk tegyük fel, bekapcsolod a mikrofont, és mondod neki, hogy hú, figyelj, te is feszült vagy, és akkor válaszol a katona, igen, feszült vagyok, van otthon családom, meg minden is. Minden egyes ember, amikor kérdez tőle valamit, mást mond, érted? Te mondjuk te ott ülsz a gép előtt, kérdezel tőle valamit, elmond neked valamit. Lehet, hogy valaki a szomszédban ugyanúgy játszik ezzel a játéka, megkérdezi tőle, hogy feszült vagy-e, vagy hogy mik a tervek már, és válaszol a szituációhoz függően, tehát értem szerint katonák a helikopterbe ülnek, háború van, ahhoz miért nem fog válaszolni neked? És ez annyira feldobná a játék hangulatát, hogy nem csak az lenne, hogy ott vannak karakterek, akik jönnek veled és lőnek, hanem tényleg tudsz velük beszélgetni, meg tudod kérdezni, hogy hogy kerültek oda, miért vannak ott, hogy élik meg a háborút, stb. Tehát így annyival színvonalasabbak lennének a játékok, annyi lehetőség van ezekben, már csak segíteni is az embereket, hogy mutassa meg, hogy mit kell csinálni, hogy kell csinálni, hogyan kell megszerezni azt, hogyan kell elérni azt a szintet, mit ajánlasz, nem tudok mit csinálni, unatkozok, adj valami tippet, ami feldobja a hangulatot. És így értitek, nem kell utána nézni a neten, videókat nézni róla. Mondjuk akkor az én youtuber karrierem kb. Így a kukába menne, de most nem is ez a lényeg, hanem hogy értitek. Tehát, hogy annyi lehetőség van az AI-ba. Egyébként biztos találnék valami más, tehát nem, akkor nem a játékokról csinálnak tutorial videókat, vagy hát mondjuk bemutatókat ettől függetlenül csinálhatnék, csak hogy értitek. Én nagyon sok gyakran csinálok tutoriál videókat. Do you see my target tékeluk? Tehát látod a célpontomat? Nézd meg alaposan. És így válaszol, és igen, látom a célpontot. Ez egy fiatal farkas. Szeretnéd, hogy csináljak vele valamit? Tehát rendes, kérdezel tőle valamit, válaszol, de részletesen leírja, hogy mi az, és még azt is megkérdezi, hogy csináljon-e vele valamit. Menj oda hozzá. Milyen szaga van, milyen illata van? Most, hogy belegondolok, rothadt. Azt kell, hogy mondjam, nagyon rossz. Ezt most pontosan itt nem értem. Definitely not pleasant, tehát egyértelműen nem jó, talán így fordítanám le. Nem kellemes. Nem valami jó az angolom egyébként, de hogy azért tudok fordítani. Oké, okay, let's blast it, how about you use your felbeszélem? Tehát, hogy mi lenne akkor, ha te ráküldenél egy tűzgolyót, és én pedig megtámadnám. Ugye a melee az a fegyver a kezében. És tényleg, nézzétek, leírta neki. És amint megütötte, már kasztolja a Firebolt. Látjátok, már kasztolja a Firebolt. Tehát nem elég, hogy mozog, válaszol a kérdéseidre, meg tud mutatni neked dolgokat. Tehát már csak ez a három opció, hogy te kérdezel tőle valamit, vagy mutasd meg, és konkrétan oda megy, megmutatja, részletesen válaszol neked. De még te meg tudod mondani neki, hogy öld meg azt a szörnyet. Meg ilyenek, szól. Hát ez... Vagy segíts harcolni, és jön veled segíteni harcolni. Hát ez elképesztő.
hogy kövesse az őrt, a gárdot. Aha. Aha, itt mondjuk bebágolt az előbb. Igen, itt az előbb bebágolt. Ezt még ott a fix some glitches-i, tehát hogy pár hibát úgy néz ki kell javítanunk veled kapcsolatban. És tud buffot adni is! Mi? Na jó. Jó, mondjuk, hogyha Fireball tud kasztani, valószínűleg buffot is tud adni, de ez elképesztő. Ez elképesztő. Most képzeljétek el, hogy benn vagytok mondjuk egy dungeonbe, és leírják, hogy mit tudom én, szakíts meg valamit. Tudjátok, hogy kírja az addon, hogy szakítás 3, 2, 1, és az AI látja, elolvassa, tudja, hogy mit kell szakítani, megszakítja. És képzeld, hogy egyedül benn vagy egy Mythic Plus Dungeonben csak AI-okkal. A tank tudja, mit kell csinálni, a DPS tudja, mit kell csinálni, a heal tudja, mit kell csinálni. Hú, gyerekek, hát ez... Egyébként erre is jó lenne, hogyha például... egy játék, mondjuk tegyük fel, van egy MMORPG, ahol kiszintű dungeonokat már nem csinálnak. Mert mindenki a nagyszintű dungeonokra, a raidekre megy manapság rá. És akkor a kis szintű dungeonokba bedobna neked AI-okat, akik segítenek. Érted? Mondjuk te egy healer vagy, akkor healert nem dob be. Ha te tank vagy, akkor tankot nem dob be. Ha te DPS vagy, akkor jó, mondjuk a DPS-ből azért nem egy heal, de hogy értitek. Tehát, hogy ez is jó lenne, hogy megtölteni helyeket AI-jal. Vagy mondjuk, ha egy olyan zónában vagy olyan event van, vagy... Értetek, olyan event van, vagy olyan world boss van, ahol nincs elég játékos kitölteni AI-okkal. Mondjuk tegyük fel, van egy event, amihez kell 5 játékos, és ott vagy mondjuk érzékel a játék, hogy a környezetedben nincs sok veled egy szintű játékos, hogyha van is, akkor nem csinálják az eventet. Látják, hogy te ott vársz, mit tudom én, és akkor bedobnak neked AI-okat, oda jönnek, segítenek, meg tudod csinálni az eventet. Te egy... jó élménnyel gazdagodsz, mert nem kellett várnod, tényleg a rendszer érzékelte, hogy nincs ott játékos, odajött, segített neked, meg tudtad csinálni az eventet, megkaptad a jutalmakat, ez dungeonöknél is jól jönne. Persze nem azt mondom, hogy ez minden dungeonben jelen van, mert érted, hogy ezt a rendszer érzékel, hogy ha ebbe a kis szintű dungeonbe, amiben te be akarsz menni, nincs játékos, akkor ne abból álljon a játék, hogy jaj, már 2 órája várok, azt nem dobod be a dungeonbe, nem tudom megcsinálni a küldetést, vagy 2 órája várok, aztán nem játszik senki most éppen, mert hajnal 2 óra van, nem tudok dungeonözni, de én holnap dolgozok, nekem pont ekkor kéne, akkor ez igenis egy jó dolog lenne. Tehát az AI nem venne el a játékból, csak hozzáadna. Persze értelemszerűen ezt alaposan át kéne gondolni, meg kéne szervezni a fejlesztőknek, a játékosoknak kérdőíveket kitölteni, hogy ez hogy néz ki, mik a véleményük erről, utána járni a dolgoknak, kikérni a véleményeket, mert ez tényleg baromira hasznos lenne a játékokban rengeteg téren, ahol nincs elég játékos, oda menne az AI. Ha segítséget kérsz, ott az AI. Szóval ez tényleg, vagy egy story game-be berakni, és a story már máshogy alakul, mert a karakter önálló történeteket ad már egy meglévő szkenárióhoz, tehát értelemszerűen nem fog unikornisokról beszélni egy világháborús játékban a katona, de hogy értitek, azért dobna a hangulaton nem kicsit. I know you are not a healer, but try healing me, és felhillel. Tehát tudom, hogy nem egy pap vagy healer, nem tudom, hogy fordítsam nektek, de próbálj meg healelni, és hillelte. Anytime I love to see what Stormwind is like, hova would we head? És most felvetett egy ötletet, hogy bármikor szeretném megnézni, hogy Stormwind hogyan is néz ki, mit szólnál, hogyha oda mennénk következőnek. Tehát még ötleteket is hoz, érted? Tehát ott van egy kezdőjátékos, akinek a küldetése ugye értelemszerűen majd Stormwindbe fognak vezetni egy idő után, és felhozza neki az ötletet, ez nagyon komoly.
Egy pillanat, most mutasd meg nekem a legközelebbi nyulat, vezess el hozzá. És fi, azt a pillanatot nézzétek, azt a pillanatot, figyeld, figyeld. Leírja, itt leírta. Egy-két másodperces gondolkodási idő volt, még átfutott gondolom a szövegen az IA is, és már megy is, és már megy is oda. Ezt mondom, látjátok, hogyha... Mit tudom én, mutasd meg nekem, hogyan kell megszerezni egy kardot. Vezess oda. És felszáll mondjuk egy repülő mountra, oda repül, átmegy a portálon, te követed, megmutatja neked, odamész, megölöd, megkérdezed tőle, hogy mennyi esélye van, hogy kidobja az adott fegyvert, hogyan fejlődjek fel gyorsan, milyen cuccokat használjak a karakteremre, és ott van, válaszol, konkrétan, fizikailag, elmegy, megmutatja. Nem kell más játékos zaklatnod, hogy szia, segíts már, mutasd meg, hogy tudok goldot farmolni, hogyan kell megszerezni ezt a fegyvert, hogyan kell a dungeonbe ezt a boss megölni. Ott vagy a bossnál a dungeonbe? Magyarázd le a taktikát. Leírja? Látod? Megcsinálod? Kész. Ennyi. Ő tudni fogja a taktikát, mert egy AI. De most te miben lenne egy gomb, hogy itt lenne mondjuk egy support gomb, megnyomod, megjelenik egy karakter, szia, mutasd meg, hogy merre kell menni, és azt is meg lehetne oldani a játékokban, hogy mindenkinek a saját ilyen support, idézőjeles segítő angyalát a többi játékos ne lássa, mert az nagy lagot igényel. Most gondoljatok bele, hogy itt van mondjuk 10 játékos, vagy 20 játékos, és mindenki lehív egy ilyen AI karaktert, hogy segítsen neki, hát logikusan a 20 játékosból hirtelen 40 lesz. Úgyhogy azt meg lehetne oldani, hogy mindenki a sajátját lássa csak, és akkor így a többieknek nem okozol laggot, illetve neked sem okoznak laggot, mert csak a sajátodat látod. És ez vonatkozna ugyanúgy a chatre is, a mindenre. Tehát azt a többiek nem látnák, csak te. Tehát használd el ezt a jeges képességet, most pontosan nem tudom, hogy a Frostbolt mi magyarul, tudjátok, az a jéglövet a legközelebbi nyulon. Se használta. Szeretetlen. Oké, és kövess engem, megmutatom neked Stormwindet. Mondjuk itt már nem válaszolt, meg itt most egy kicsit be is glitchált, ahogy láttam. Szóval srácok, lányok, ennyi is lett volna ez a videóm. Én nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek. Ha tetszett, mindenképpen dobjatok egy lájkot, és írjátok le a komment szekcióba, hogy mi a véleményetek. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltak erről. Szerintem ez nagyszerű. Nagyon sok lehetőség van benne, én már nagyon-nagyon régóta várom azt, hogy az AI-t berakják játékokba, hiszen nagyon sokat segítene mind a játékosoknak, mind pedig a fejlesztői csapatnak. Úgyhogy srácok, lányok, én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, a komment szekcióban várom a véleményeiteket, és találkozunk egy következő videóban, addig is, sziasztok!